loud enough yet, but your voice is soft, isn't it? Does it feel soft? No, not your voice. I mean the microphone. Oh. We're arguing. Just kidding. Domestics. We are in this chapter. This is a great chapter. Nagyon jó ez a fejezet. I know I say that every single chapter. This Tudom, is a great chapter. Hogy minden fejezetnél ezt mondom. I'm looking forward to what the Lord wants to speak to us tonight. De nagyon várom, hogy Isten mit akart szólni nekünk ezen keresztül ma este. Isaiah has in great detail described the suffering of Jesus in Isaiah 53. Ézsaiás nagyon részletesen leírja Jézus szenvedéseit az 53. fejezetben. And now in this chapter it's like an invitation, more than just words on a page, it's an invitation. És most pedig ez a meghívó érkezik felénk. Ezek nem csak szavak leírva, ez sokkal több annál. You know, it's like you get in the mail and you get an invitation. This is an invitation from God. Tehát amikor a postaládádban is találsz egy meghívót valamire, és ez egy ilyen csak éppen Istentől. And so let's just begin verse 1. Úgyhogy kezdjük az első verstől. Everyone who thirsts, come to the waters. And you who have no money, come and buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good and let your soul delight itself in abundance. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Incline your ear and come to me, hear and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. As we understand, and as we've been reading through the book of Isaiah, we see that for the most part, Isaiah has been speaking to Israel. Ahogy ugye Ézsaiás könyvét tanulmányozzuk, látjuk, hogy legtöbbször Ézsaiás, és keresztül Isten Izraelhez szól. But this chapter is a break from that. De ez a fejezet egy kicsit ettől eltér. And everyone who thirsts, hogy mindenki, aki szomjazik, azt mondja Ézsaiás. Everyone. Mindenki. And the Lord's going to invite us to refreshment, to salvation, to fullness. Az Úr erre a megpihenésre, erre a felfrissülésre, az üdvösségre, teljességre hív minket. And the invitation is to everyone. És ez a meghívás, ez mindenkinek szól. In one sense. Bizonyos értelemben. But in another sense, it's really not for everyone. De bizonyos értelemben meg nem mindenkinek szól. We want to look at who this invitation is for. Azt fogjuk megnézni, hogy kinek is szól ez. There's two kinds of people that are invited. Kétféle embert invitál. First of all, notice verse 1, everyone who thirsts. Azt mondja, ti szomjazók, mind. If you're thirsty, you're invited. Tehát ha szomjas vagy, akkor te meg vagy hívva. And he's speaking about those who just have reached the end of themselves, those who realize that they need God. Azokról beszél, akik elérték erejük végét, akik azt mondják, hogy ennyi, és Istenre van szükségük. Maybe that's you. You just feel like I've come to the end. Nothing has worked. Hopes are gone, dreams are dashed. Lehet, hogy te is itt vagy, hogy mindennek vége, hogy semmi nem működik, és szertefoszlottak az álmok, a remények. Just you feel empty or unfulfilled. És üresnek érzed magad, beteljesületlennek. That sense of there's got to be something more. I'm thirsty for something. És érzed, hogy kell, hogy több legyen, valamire én még szomjazom. Everything it looks good, but it's out of reach. Minden szép, de minden az elér, mind túl távol van, hogy elérjem. I don't have the strength to get it. Nincs erőm, hogy ezt megszerezzem. God loves those who thirst for him. Isten nagyon szereti azokat, akik szomjaznak rá. He loves it when you are just like, man, I just need God, I just need God. Isten nagyon örül, amikor te ilyen helyzetben vagy, hogy nincs másra szükségem, csak Istenre. Annyira Istenre van szükségem. When there's just, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Hogy áldottak azok, akik éhezik és szomjazzák Isten igazságát. You come to the end, I've got nothing, I just need God, there's nothing else. Amikor eljutsz a magad végére, és azt mondod, hogy nincs semmire másra szükségem, csak Istenre. Lord, I'm
I have nothing to offer, but I need you. Hogy uram, semmit nem ajánlhatok neked, de rád nagyon nagy szükségem van. I have no resources, I have no, you know, position. Semmilyen pozícióm, semmilyen erőforrásom nincs. And if that's you, God says, well, then you're invited. Ha ilyen vagy, akkor Isten neked mondja, hogy gyere. But Lord, I have nothing to offer. Perfect. Come on. Tehát uram, én semmit nem adhatok viszont. Erre azt mondja az Úr, hogy rendben, akkor pont ezért gyere. Lord, I can't afford what you've done for me. És uram, én nem tudom megengedni magamnak, nem tudom kifizetni mindazt, amit tettél. You know what the Lord says to that? Erre tudod, mit mond az Úr? He doesn't say, no, it's okay. He doesn't say that. Nem azt mondja, hogy ó, rendben van, nem baj. Lord, I don't have enough. He says, I know. Come anyways. It's great. Amikor mondjuk, hogy de nekünk nincs elég, come in. Akkor nem azt mondja, hogy nem baj így meg úgy, hanem azt mondja, hogy én tudom, és így gyere. But come, you're welcome. Így is örülök neked. Come, if you're thirsty, come. Ha szomjas vagy, gyere. If I keep talking about being thirsty, now you're all really thirsty. Most, hogy ennyit beszélek a szomjúságról, most biztos mindenki nagyon szomjas. You know, I mean, but that spiritual thirst, that place in your heart where you say, I need. De I have a great need. A lelki szükségről, a lelki szomjúságról beszél, hogy eljutunk oda, hogy szükségben vagyok. Those people, God says, you're welcome. Ezeknek mondja Isten azt, hogy üdvözöllek, várlak, hívlak téged. There's a second kind of person. Van egy másik fajta ember, that God invites. Akiket Isten hív. Verse 2, why do you spend money for what is not bread and wages for what does not satisfy? Azt mondja második versben, minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. You know, the first group is those who are thirsty. They have nothing. Az első csoport ugye az, akik szomjasak és semmiük nincs. This second group are those people who still have the strength to keep trying. A második csoport ember pedig az, akiknek még van annyi ereje, hogy tovább próbálkozzanak. The first group has no strength. Az első csoportnak nincs ereje. I'm just thirsty. Szomjas vagyok és kész. The second group is like, no, I'm going to keep trying. I can do it. I'm going to make it. A második csoport még mindig erőlködik, próbálkozik, hogy ő majd megcsinálja. Maybe we would want to describe this group as the self-sufficient. Ezt a csoportot lehet, hogy úgy is nevezhetnénk, hogy saját erejükön támaszkodó. The first person knows they are spiritually bankrupt. Az első csoport tudja, hogy ők lelkileg teljesen nincstelenek. The second group is still spending, still trying. A másik csoport pedig még mindig költ, még mindig próbál fizetni. But what's the result? De mi az eredmény? It's frustration. Frusztráció. It's just burned out frustration. Amikor az ember már így kiégett és frusztrált. You know, if I only get this, if you know, and listen, it's not just people in the world that are like this. It's Christians. Hogyha majd már csak ez sikerülne elérnem, és az emberek annyira így működnek a világban, nem csak a világban, keresztények is sokan. You know, oh, just you know, right around that corner, and man, I'm gonna just bless the Lord, things will be better. Hogy csak egy kicsit kell még kibírni, és onnantól már jobb lesz, és onnantól majd én annyira nagy áldást leszek az Úrnak. Just around the corner, you know, but you know what happens when you always live around the corner? De tudjátok, mi van, amikor így él az ember, hogy mindig már csak egy hajszálnyi választ el attól. You're like my dog that tries to get her tail. Ez ugyanolyan, mint a kutyám, aki próbálja a saját farkát kergetni. Corner, hogy már you know? Egy hajszálnyira vagyok, hogy elkapjam. It's always just out of reach. Mindig csak épp annyira van, hogy oh, nem tudod elérni. If I just get a, you know, this promotion, man, I'll have more time for the Lord. Majd esetleg kineveznének, és megkapnám ezt a pozíciót, akkor több időm lenne az Úrra. If I only had a, you know, a better this, a nicer this. Ha valami jobb dologom lenne ebből a szempontból, vagy szebb ilyenem. If I were married. Ha házas lennék. If I had a different wife. Vagy egy másik feleségem lenne. You know, I mean, there's always just that one more thing, you know. Mindig van valami, még egy valami, ami még kellene. You know, it's like, you know, you're there's the rainbow. I'm gonna find the pot of gold, you know. I'm going to keep going after what you know. Tehát, I'm always going to try. Tehát ott van előttem a mézes madzag, és megyek, mert addig megyek, amíg meg nem találom, és el nem érem. One more effort, one more try. Még egy próbálkozás, még egy erőlködés. This is not exciting anymore. I'm going to try, you know, try something else. Ez már annyira nem izgalmas, most valami újba kezdek, újat próbálok. And you know, the way we describe this the best, I think, is to remind us that God put within each one of us a God-sized hole that can only be satisfied by God. Tehát ezt úgy tudnám legegyszerűbben leírni, hogy mindannyiunkban ott van, mindannyiunk szívében az az Isten méretű űr, amit csak Isten maga tud betölteni. But we spend, you know, non-Christian and sadly even at times Christians, we spend so much time trying to fill that
that void. És ezt próbálja a világ, és sokszor sajnos a keresztények is mindenfélével betölteni. You know, just a better job. Egy jobb munkahely. You know, it's like blip, in a huge, vast hole. Egy hatalmas, hatalmas, végtelen nagy űr, és egy cseppnyi dolgot beleejtettünk, hogy most mi megpróbáltuk betölteni. It feels like, okay, it was good for a minute or two. Lehet, egy pár perc talán elég volt, jobb volt. Then there's something else. Aztán jön más valami. And you know, we can just, you know, little drops in. Mindig lehet kis csepegtetéssel így ellenni. But you can't fill the hole. De azt az űrt nem tudjuk betölteni. God put that in you to be filled only by him. Ő azért helyezte ezt beléd, hogy csak is ő tudja aztán betölteni. You will find your greatest fulfillment when God fills that hole. Akkor leled meg a legnagyobb beteljesülést, amikor Isten tölti be ezt az űrt. And we do it as Christians too, you know. I'm gonna serve more. I'm gonna get more involved. That'll make me happy. Keresztényekként is ezt csináljuk, ha egy kicsit többet szolgálok, ha egy kicsit jobban bevonódok a dolgokba. I'm gonna try this, you know, and I tried that ministry. No, I didn't like that. Próbáltam ezt a szolgálatot, hát nem annyira. Okay, let's try this one. Yeah. Akkor kipróbálom ezt. No, they don't like me, so let's not do that one. Nem, ők meg engem nem kedvelnek annyira, akkor megyek tovább. I'm busy myself. Próbálok állandóan pörögni. And we hear that, you know, we hear this all the time. If you just read your Bible more and pray more and serve more, then you'll be happier. És mellesleg még állandóan ezt is halljuk, hogy ha többet imádkoznál, többet olvasnál a Bibliát, és többet szolgálnál, akkor jobban lennél, boldogabb ember lennél. And to a certain degree that is true, but a small degree. Bizonyos értelemben ez így igaz, ez egy kisebb mértékben igaz. You know, some of you say, man, I'm going blind, I'm reading all the time, and I'm not happier. És erre mondhatod, hogy én már belevakulok a sok Biblia olvasásba, de nem működik, nem vagyok boldogabb. I pray. És imádkozom. What's your prayer life like? God help me. És milyen az ima életed? Uram, segíts. Nothing's happening, you know. Semmi nem történik. I'm praying 24 hours a day. 24 órában folyamatosan imádkozom. And you know, there's always this sense of like if I just do a little bit more, if I just put in a little bit more effort, then things will be better. És mindig ott van, ha egy kicsivel többet próbálkozom, kicsivel több erőfeszítést teszek, akkor jobb lesz. But that kind of thinking is self-sufficiency. De ez a fajta gondolkodásmód teljesen az a saját erőnkbe való bizakodás. If I serve more, then my life will be more complete. Hogyha jó többet szolgálok, akkor teljesebb lesz az életem. But if that's the reason, then you won't be complete. De ha valóban ez az okod a szolgálatra, akkor nem leszel teljesebb. You have a God-sized void that he has to fill. Ott van az az Isten méretű űr a te szívedben, amit neki kell betöltenie. That's why the Bible is so clear that God doesn't value you based on what you do, but on who you are. Ezért is van tele ezzel a Biblia, hogy nem azt szerint ítél meg Isten, hogy mit csinálsz, hanem hogy ki vagy. When you know get into heaven, you know, well, what ministry did you serve in? Amikor oda jutsz a mennybe, akkor az megkérdezik tőled, hogy na Isten, melyik szolgálatban voltál? I didn't really serve in out. Nem annyira voltam semmibe, hát akkor hátraarc. How many times did you read the Bible in your lifetime? Hányszor olvastad a Bibliát át életed során? I tried one. Hát egyszer próbáltam. One. Egyszer. Out. Akkor irány vissza. You know, I mean, we have this idea that's how God sees us. Valahogy ilyen az elképzelésünk Istenről, hogy ő így lát minket. But what was the invitation? He says, "Come to the waters, you who have no money." De hát a meghívás úgy szól, hogy gyere ide a vízhez, neked szól a meghívás, akinek nincs pénzed. And this is an invitation to two kinds of people. The first kind is those who know they have no money. The second kind is those who think they have money. Tehát mindkét embernek szól, mindkét féle embernek, aki tudja magáról, hogy semmi pénze, őt is hívják, és azt is, aki már bár azt gondolja, hogy van pénze. It's a funny way that God says this here. He says, yes, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money. How do you buy without money? Azt mondja, hogy credit card. Hogy jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet. Nem pénzért és nem fizetségért. Ha nem pénzért, hogyan? Akkor a Visa kártyával. I don't have any money. Oh no. De nincs nálam pénz. But this is what the Bible says. Come and buy it. You don't need any money. Azt mondja a Biblia, nem baj, akkor is gyere, és neked nem kell, nincs szükséged pénzre. Don't we call that free? Nem ezt mondjuk úgy, hogy ingyenes? Yeah, we normally say that, right? God says it differently. I like it. Tetszik, hogy Isten ezt máshogy fogalmazza. He says, no, come buy it. Azt mondja, hogy vásárold meg, vagy hát gyere és vegyél. I don't have any money. De hát nincs miből vegyek. Well, I can't afford what you're offering, God. Nem tudom megengedni magamnak azt, amit te felajánlasz. Well, you can just take it. Nem baj, el is viheted. Just come buy it.
vegyed. Well, I don't have any money. Just nincs take it. Pénzem, nem baj, csak vidd már. Just buy it without money. Yeah, buy it without money. Vegyed buy meg it. Pénz nélkül. It's crazy, isn't it? Őrület, nem? And we'll talk more about why I believe the Lord says it this way. Én még fogok erről beszélni, hogy szerintem az Úr miért így fejezi ki we'll magát. Never have enough. Mert soha nem lesz elég. You'll never be good enough. Soha nem leszünk elég jók. You can serve God 24 hours a day, 7 days a week, your entire life, you will never be good enough. 24 órán át, heti 24 órában az életed egész élet részében mindig szolgálsz, és akkor sem leszel elég jó. It'll never be enough. Soha nem lesz ez elég. But that's not what God is inviting you to. Mert Isten nem erre hív meg minket. He says, come. Hanem azt mondja, gyere. Buy without money. Vegyél pénz nélkül. Oh no, Lord, I'm going to give something. Jaj, nem, Uram, én akarok ezért adni valamit. I got to do something for this. Valamit tennem kell ezért. No. Nem. You can't. Nem tudsz. He invites those who know they have nothing, and he invites those who think they have something. Hívja azokat, akik tudják magukról, hogy nincs semmiük, és azokat is, akik azt hiszik magukról, hogy van valamiük. Are you self-sufficient tonight? Te majd olyan ember vagy, aki saját erejére támaszkodik. Maybe you feel like that's you have to be like that to live in the world, you know. Lehet, hogy úgy érzed, hogy muszáj az ember ilyen legyen, hogy ebben a világban megéljen. But God's kingdom is not the same as the kingdom of this world. De Isten birodalma, Isten országa nem olyan, mint ez az ország vagy ez a világ. You want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all, right? Hogyha nagy szeretnél lenni Isten országába, akkor tanulj meg szolgálni másokat. Ez teljesen az ellenkezője, mint ahogy gondolnánk. You know, God's invited you. Well, I don't have anything to bring. It's free. Isten meghívott téged, és te azt mondtad, hogy semmit nem tudok hozni. Erre azt mondja, nem baj, minden ingyenes. No, I gotta give something. It'll never be enough. De próbálnék, szeretnék adni valamit, de hát úgysem lesz elég. How important it is that we stop and recognize that, Lord, whatever I have, it's not enough. Fontos, hogy megálljunk és rádöbbenjünk arra, hogy bármink is van, az nem elég. What are we offered? Mit adhatunk? What's the offer? Well, God says, come, for what? Tehát Isten mit ajánl nekünk? Azt mondja, hogy jöjjetek, miért is? Well, verse 1. Első versben. Come to the waters. Jöjjetek a vízhez. You have no money, come buy and eat, come buy wine and milk. Azt mondja, a vízhez érjetek és vegyetek bort és tejet. These three things kind of describe our needs. Ez a három dolog leírja a mi szükségleteinket. Water in the scriptures corresponds to refreshment. A víz az igében mindig a felüdülésnek a szimbóluma. Right, if you're just dying of thirst, warm milk will not help you. Hogyha szomjazol és már teljesen ki vagy, akkor egy pohár meleg tej nem segít. You want just as much water as you can get in you. Egyszerűen csak simán annyi vizet akarsz, amennyit amit tudnál szerezni, hogy felfrissülj. And God wants to refresh you. És Isten szeretne téged felfrissíteni. And the Bible says he leads me beside still waters. Azt mondja az ige, hogy csendes vizekhez vezet engem. That's his invitation is to refreshment. Az az elhívás, az a meghívás felénk, hogy jöjjünk, hogy felfrissüljünk. That's for unbelievers and believers. Ez a hívőknek és a nem hívőknek is szól. Maybe you know, I think on Wednesday nights I'm mainly speaking to Christians. Valószínűleg, hogy így szerda esténként nagy többségében hívők ültök itt. But, you know, I don't know. So. Hát nem tudom, szóval. Some of you, I'm not sure. Egyesekkel kapcsolatban nem vagyok biztos. But he wants to refresh all of us. De mindannyiunkat fel akar frissíteni. He wants to you Christians, he wants to refresh. Titeket, keresztényeket akar felfrissíteni. Is the mouth all dried out? The heart all dried up? Már kiszáradt, a szíved is már ugye elszáradt. He wants to refresh you. Szeretne ő felüdíteni. Now, milk in the scriptures corresponds to nourishment or strength. A tej az igében mindig a táplálékot, az ételt képviseli. Yeah, the New Testament says, you know, he's fed us in the milk of the word and then the meat of the word. Tehát azt mondja az Új Szövetség is, hogy ő bennünket az igének a tejével táplált, az igének a húsával, velejével táplált. So there's this milk, there's nourishment, you know, there's strength, there's provision. Ebből erő, táplálkozás, táplálék és gondoskodás származik. I think there's a lot of Christians who kind of they live their Christian life in emergency mode. Szerintem sok keresztény ember úgy él, hogy ilyen állandóan vészhelyzetszerűen. They imagine that God will always be there to catch them, when they jump off the cliff, Hogy Isten mindig ott van, amikor készek leugrani a szakadék, vagy elkapja őket. But I don't know about you, but listen, life is not meant to be lived, boom, oh no, I need God, boom, yay God, boom, oh no, I need God, yay God, boom,
Az élet nem arról szól, hogy így töltsük az életünket, hogy leugrok a szakadékba, hogy annyira szükségem van Istennek, és akkor ott van Isten, és elkap, és akkor jaj, de jó Istennel, minden olyan jó, és aztán megint mélybe zuhanok leföl. You know when you're on the roller coaster and it's like... Mint a hullámvasút, felfele ott döcögünk. Oh, this is good, yay God, yay God. Éljen Istennel, és aztán a szakadék. That's not a way to live. Nem így kellene élnünk. You know, we all have those stories of God doing, you know, great, you know, just rescuing us. That's wonderful. És mindannyiunknak megvan a története, hogy Isten hogyan gondoskodott, hogyan mentett meg minket, és ez jó. But it shouldn't always be like that. De azért nem az kéne, hogy állandóan ez legyen. This horrifies me, but I love adventure. I love wild rides. I love craziness. Tudom, ez rémisztő. Except every year it's getting less and less of a love for me. De én nagyon szeretem az ilyen izgalmas, kalandos, veszélyes ilyen ringlispléket, meg hullámvasatokat, meg mindent, bár évről évre csökken ez a lendületem. I mean, you know, I grew up 15 minutes from Disneyland. Én 15 percre éltem Disneylandtől kiskoromba. I could handle any of those. Én azokat simán. Okay, so but a couple years ago, de pár évvel ezelőtt, we took the kids to this horrible park that used to be open here. De elvittük a gyerekeinket pár évvel ezelőtt arra a szörnyedelmes helyre, amit itt nyitva volt. And my 14-year-old, yeah, the Vidám park. Ah, mi Vidám parkunkról beszél, okay. No, igen. When it was, yeah, and my 14-year-old Corinna, she's like, Dad, let's go on this ride. I'm like, és okay. És akkor a 14 éves Karina lányom szól, hogy apa, üljünk fel erre. Jó, persze. And we got on there, and the thing moved in directions that my body didn't like. És olyan irányokban mozgott egyszerre ez a gépezet, amit a testem valahogy nem tudott már követni. And I got off, and she's like, that was great. Leszálltunk, a lányom oda van, hogy mennyire szuper volt. She's like, yeah. Aha, tényleg. Like, let's go on this one, you know, the one right next to it. És akkor menjünk ezen a valamin, bennette, ami volt. We got on there, and that one went in other directions that my body was not happy. Arra is felültünk, az pedig egy másik irányból nagyon rosszul közelített meg engem, szóval sok volt. And I've never felt this in my life, but I'm telling you, I was like, where is the stop button on this ride? Én még soha nem voltam így, de akkor azt éreztem, hogy hol van a stop piros gomb, hogy én ezt leállítsam. I'm telling you, I thought I was gonna puke on this ride. Komolyan azt éreztem, hogy itt hányni fogok. I've never done that. Ezt soha nem csináltam. And I'm proud of that. I've never done that. És erre büszke is vagyok, hogy ezzel nekem sose volt gondom. And I had to be strong for my daughter. De a lányom miatt össze kellett tartanom magamat. But we got off that ride. Leszálltunk arról valamiről. She's like, that was so awesome. Let's go on this ride. No. Annyira jó volt, apa, most üljünk föl erre. No. I said, I'll watch you. Én nézlek. I've never done that. Yet, én soha nem csináltam korábban. But I was so happy to do it. De nagyon boldogan vállaltam. And then she got off the ride, you know, and I was feeling sick. És ő is mire leszállt, én addigra már nagyon rosszul éreztem magam. So then we went and found Joy and Hannah on the little baby rides, you know. És akkor a kis baba játszótér része megtaláltuk, ugye a feleségem, a kislányunkat. And Hannah, she's, you know, she's like three, you know. Akkor Hannah még csak három éves volt. Can we go on this little boat thing, this little baby boat ride? I'm like, I'm taking her on that. És akkor megkérdezte, hogy valaki elvisz erre a kis tavacskára, erre a kis, nem tudom, hajó valamire. Mondtam, hogy én viszem őt. Hát ilyen baba dolog volt. I felt sick on that ride. Komolyan mondom, addigra már azon is belebetegedtem. I was like, I gotta get off of this baby ride, you know? De most már ez a kisbabáknak való, ilyen bizonyos való nekem. But I know Christians that live their whole Christian life like this. De tudom, vannak olyan keresztények, ismerek ilyeneket, akik az egész keresztény életüket így élik meg. Hogy a hullám föl, aztán lezuhanunk. Isn't God great? And then, you know, the next week it's like, következő héten meg össze vannak zuhanva. And this is not life. Az élet nem ez. God wants to nourish you on the milk of the word that you would grow and mature and just have some normalcy. Isten szeretné téged táplálni, erősíteni az ő igéjéből, hogy megerősödj, hogy kiegyensúlyozottá, hogy ilyen normalitás legyen az életedben. Your Christian life shouldn't always be this kind of an up and a down and an up and a down. No. A keresztény életünk nem ilyen állandó felfele lendület, aztán lezuhanás, és ennek az állandó váltakozása. And God doesn't want that. He doesn't want to just be your refreshment. He wants to be your nourishment, to give you health and strength and just normal things of life. Isten nem csak a felfrissülés akar lenni neked, hanem a táplálék. Ez az erősítő, tápláló dolog, ami felnevel, ami
normálissá tesz. And wine in the Bible always represents blessing, joy, abundance. A bor pedig a Bibliában mindig az örömöt, mindig a bővölködést szimbolizálja. God is into that. Isten He's into abundance and joy and blessing. Isten szereti az áldást, az örömöt, a bővölködést. He doesn't want to just rescue you from deep things or just nourish you for normal things. He wants to bless you. Isten nem csak ki akar menteni a mélységes dolgokból, vagy táplálni a úgy átlagban, hanem szeretne hatalmasan megáldani. And you have to take these things. És ezeket el kell vegyük. Okay, I'll take them. Where do I get them? Jó, elveszem. Hol kell well, átvenni? Well, he says there in verse 1, come to the waters. Azt mondja az első versben, hogy gyertek oda a vízhez. Where? Which waters? Milyen vízért? Hol? Verse 3. Hármas vers. Incline your ear and come to me. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. He's the water. Ő a víz. Your need is met in Jesus. A te szükségleteidet Jézusban. You need to go to him. Ő lesz az, aki betölti. If you've been distant from the Lord, you need to draw near. Ha eltávolodtál az Úrtól, akkor közelítened kell hozzá. Maybe you've drawn near. You say, "Oh, I'm coming to the Lord." Lehet, hogy azt mondod, hogy én közeledek, én jövök az Úrhoz. You need to buy. Akkor vegyed is el. Well, I don't have any money. Exactly. De nincs semmi pénzem. Hát pontosan. Put it on the table. Rakd oda az asztalra. What? De mit? Your willingness. A hajlandóságodat. To buy. Arra, hogy elvezed. I mean, there's so many Christians who say, "Oh, I need God." Annyira sok keresztény mondja, hogy szükségem van Istenre. But it's a declaration rather than a cry. De ez inkább egy kijelentés, mint egy ilyen kiáltás, egy ilyen könyörgés. I need God. It's just a statement. I need God. Hogy egy ilyen kijelentés formájában egy deklarálja. What are you doing? Szükségem van Istenre. És mit teszel? Oh, I just need God. Hát szükségem van Istenre. Buy. Hát akkor take. Vegyél. Te is vidd. You need refreshment? You need to take it. Hogyha szükséged van felfrissülésre, akkor azt el kell vegyed. You need nourishment? Buy it. Hogyha táplálékra van szükséged, akkor vedd meg. Blessing and abundance? Take it. Hogyha ott szükséged van az örömre és a bővölködésre, vedd azt is el. Hitből. You do this by faith. Ezt hitből teszed. Lord, come and refresh me. Hogy Uram, jöjj és frissíts fel engem. Lord, come and nourish me. És Uram, jöjj és táplálj engem. So you don't just, you know, well, you know, God has to do something. Nem az van, hogy hát igen, Istennek kellene tennie valamit. He's already done something. Ő már valamit tett. He did it all. Jobban mondva mindent. And the invitation is for you. Come and take it. És a meghívás ezért is szól neked, hogy most már csak gyere és vedd ezt el. Come and eat, buy, enjoy it, take it. Gyere, egyél, vedd el és élvezd. We need to, by faith, receive what God has for us. Hitáltal el kell fogadnunk Istentől mindazt, amit tartogat nekünk. It's not okay just to kind of sit back and just, you know, well, you know, I expect God to do it. He already did it. Nem elég, hogy hátradőlünk és várakozunk, hogy várom, hogy Isten tegyen valamit. Ő már mindent megtett. If you feel empty, great, that's okay. Hogyha üresnek érzed magad, akkor az szuper, nagyon jó. If you feel self-sufficient, hogyha saját erődre támaszkodónak érzed magad, come. Akkor is gyere. He'll empty you. Ő majd megüresít. So that he can fill you. Hogy aztán megtölthessen. Look at verse 4. Indeed, I have given him as a witness. Let's go back to verse 3. I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Indeed, I have given him as a witness to the people, a leader and commander for the people. Hármas vers közepétől. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Verse 5. Ötös vers. Surely you shall call a nation you do not know, and nations who do not know you shall run to you because of the Lord your God and the Holy One of Israel, for he has glorified you. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. The Lord says, I've made a covenant with you. És az Úr azt mondja, hogy én szövetséget kötöttem veled. It's as solid as the sure mercies of David. Olyan biztosan áll ez, mint Dávidnak tett ígéretem, vagy az felé levő irgalmam. How merciful was God to David? Mennyire volt irgalmas Isten Dávid felé? Wow. Merciful. Hát nagyon. I mean, listen. This is just what was going on in David's house. Murder, rape, incest. Csak a in David's home. Dávid otthonában mi is történt? Volt ott gyilkosság, volt ott megerőszakolás, volt ott vérfertőzés. And God was merciful to him. És Isten így is irgalmas volt vele. There was a civil war that almost ended in David's son overthrowing him.
Tehát volt egy polgárháború is, ami majdnem úgy fejeződött be, hogy sikerült Dávid fiának őt letúrni a trónról. David received mercy. De Dávid irgalmat kapott az Úrtól. David's heart, David's longing for God meant more to him than anything else. Mert Dávid vágyakozása és Isten iránt való könyörgés az mindennél többet jelentett. God was merciful to David, he'll be merciful to you. Ha Isten irgalmas volt Dávidhoz, irgalmas lesz veled is. God was so merciful. Isten annyira irgalmas. To a man who committed horrible crimes. Irgalmas volt egy olyan férfi felé, aki borzalmas bűnöket követett. Why was he merciful? És miért volt vele ilyen irgalmas? David asked. Mert Dávid ezt kérte. David asked. Dávid kérte. Lord, I need your mercy. Hogy Uram, hogy szükségem van az irgalmadra. David was an incredible man of God. Why? Dávid Isten nagyszerű embere volt, de miért? Certainly not because he was such a great guy. Biztos, hogy nem ezért, mert annyira szuper jó ember volt. There's, you know, you read through David's life and there's very little time where there's not some major sin going on. Ha olvassuk Dávid életét, azt látjuk, hogy nem nagyon voltak olyan hosszabb időszakok, amikor ne lett volna valami komolyabb bűn az életében. But what made David so great was that there's almost no time in the Bible where he wasn't quick to repent. De amit látunk szintén a Bibliában, hogy Dávid életében nem volt olyan időszak, amikor rögtön ne reagált volna a bűnére, és ne tért volna meg, ne kért volna bocsánatot. Verses 6 and 7, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord and he will have mercy on him and to our God, for he will abundantly pardon. Hatos vers. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. There's this kind of urgency, you know. Seek the Lord while he can still be found. Van egy ilyen sürgősség ebben az egészben, hogy most keresd az Urat, amíg megtalálható. Where is he going? Where is God leaving to? Miért utána hova megy? Hova megy? Seek the Lord while you can find him. Hogy most keresd az Urat, amíg megtalálható. Where is he going? De hát miért utána hol lesz? You know, is he going to leave me? El fog hagyni engem? What's going on here? Mi van itt? This is not about the Lord distancing himself from us. Ez nem arról szól, hogy Isten eltávolodik tőlünk. Isaiah is talking about our hearts. Hanem inkább Ézsaiás a mi szívünkről beszél. Seek the Lord while he may be found speaks about your heart, not God's availability. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, de itt nem Isten elérhetőségéről van szó, hanem a te szíved állapotáról. God is found to those who incline their hearts towards him. Isten megtalálható azok számára, akik megnyitják a szívüket felé. Seek the Lord while he if tonight there's this longing in your heart for God, go after him. Now's the night. This is the moment. Keressétek az Urat, hogyha ma este valami ilyen kis vágyakozás van a szívedben Isten iránt, akkor ma van az az este, ma van az a nap. Nyújj ki felé. And Isaiah says, let the wicked forsake his way. És azt mondja, hogy Izsaiás, hogy a gonosz, a bűnös hagyja el az útját. And the unrighteous man his thoughts. És az álnok ember a gondolatait. In other words, don't let the obstacles of sin block you when you have a heart to turn to the Lord. Tehát, hogy ne engedd, hogy a bűn bármilyen módon megakadályozzon téged abban, hogy a szíved, amikor így megnyílik Isten felé, akkor te menj. Don't you know, I mean, we make such a big thing of repentance. Mi olyan nagy dolgot csinálunk a megbánásból, a megtérésből. You know, I need to go apologize to them, but if I do, it's going to be so hard. Hogy jaj, hát most bocsánatot kéne. What if they're mad at me? Bocsánatot kéne kérnem, most oda kell mennem valakihez, és mi lesz, ha kiakadná rám az illető. Get all sweaty palms. Teljesen izzad a tenyerünk és minden. And then you do it. Aztán megteszed. Everything's fine. És minden rendben van. Hopefully. Remélhetőleg. Repentance. Ez a megtérés. We make it so hard. Ez a bűnbánat, de olyan nagyjá tesszük, olyan nehézé. We need to be more comfortable with the idea that we're wrong. Egyszerűen meg kell szokjuk ezt a gondolatot, hogy tévedhetünk. You're going to be wrong. I mean, we're sinners, right? We're going to be wrong a lot. Bűnösök vagyunk, tehát sokszor lesz ez így. I don't mean to take that lightly. I'm simply pointing out that hardness of heart will keep you from the Lord. Tehát nem akarom ezt könnyedén venni. Én azt mondom, hogy a szívnek a keménysége az, ami visszatart minket Istentől. Soft hearts
We can hear from the Lord. We can receive from the Lord. Ha puha a szívünk, akkor halljuk, amit Isten mond, akkor el tudjuk tőle fogadni, amit adni akar. Seek the Lord while He may be found is not about God hiding. It's about us not seeing because our hearts are hard. Tehát keressük Istent, amíg megtalálható. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elbújkál, hanem azt, hogy a mi szívünk változhat. Addig keressük, amíg ilyen puha a szívünk. And Isaiah says that repentance needs to happen not just because of our ways, but because of our thoughts. És azt mondja Ézsaiás, hogy nem csak a cselekedeteink miatt kell keresnünk Istent, hanem a gondolataink miatt is. It's not just what we do, it's even how we think. Nem csak az, amit teszünk, hanem amit gondolunk, az is bűnös. And Isaiah says, man, get rid of all that stuff. Why? So that the Lord can be merciful to you, verse 7. És ezt mondja Ézsaiás, hogy ezektől szabaduljatok meg. Miért? Hogy Isten irgalmas lehessen felénk. God wants to show you mercy. Isten szeretne irgalmas lenni feléd. But sin blocks that. De a bűn ezt megakadályozza. It numbs us to crying out to the Lord, to seeking the Lord. Elzsibbaszt minket, hogy Istenhez kiáltsunk, hogy valóban hozzáfussunk segítségül. Oh, I know I need to do that. I know it's right. Tudom, it's good. Hogy ez a helyes, tudom, hogy ezt kéne tennem. You know how many Christians live like that? I'll do that tomorrow. Nem tudom, hány keresztény élhet így, hogy majd holnap megteszem. Yeah, I know that's right. Tudom, hogy ez lenne a helyes. That's an apathy that is disgusting. Ez egy undorító apátia. I know. Hát tudom, igen. I know. Even the demons believe, James says. Jakab elmondja, hogy még a démonok is hisznek. I know. Igen, you tudom. You need to get right with the Lord. I know. Rendezd a kapcsolatod Istennel. Tudom, acknowledging tudom. That is not enough. Az, hogy elismered, ez nem elég. We need to repent. Meg kell, hogy valld a bűnödet. Not just because it's the right thing and I know I'm supposed to do it, but because it blocks me from a relationship with Jesus. És nem csak azért, mert tudom, hogy ez a helyes dolog, és ezt kell tenni, hanem azért, mert ez megakadályozza a kapcsolatunkat. Ez egy kicsi akadályt rak közénk. That, you know, David, when he was in sin, he said that it's like my bones are just drying out. Dávid azt írja, hogy amikor bűnben van, akkor olyan az, mint ahogy a csontjai kiszáradnak. I'm just, you know, spiritually dehydrating. Lelkileg teljesen kiszáradok. And it led him to repentance. És ez vezeti őt a bűnbánatra. And then refreshment. És utána a felfrissüléshez. And nourishment and blessing. És táplálékhoz, táplálkozáshoz és áldásokhoz. That's what God wants to do. Isten ezt szeretné tenni. Look at what he says in verses 8 and 9. These are great verses. Itt van a 8-as, 9-es vers, nagyszerű igék. My thoughts are not your thoughts, and your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. Az én gondolataim a ti gondolataitoknál. We're going to read this through 8 more times. No. Ezt pár szavig gyakoroljuk, hogy menjen. Listen to the context of these are great verses, right? These are refrigerator verses. Ezek nagyszerű versek. Na, ezek kerülnek ki tényleg a hűtőre. You know, oh, there's my thoughts are not your thoughts. Hogy annyira jó. Let's eat, you know, I mean. Hogy együnk, hogy ott van, hogy ez az ő utai, nem az én útjaim. But what are they about? Na, de szuper versek, de miről szólnak? God wants to show mercy. Hogy Isten irgalmat akar mutatni. And he says, listen, my thoughts are not your thoughts. És azt mondja, hogy a ti gondolaitok, na. Oh, bocsánat. I didn't do it on purpose. A ti gondolataitok nem az én gondolataim. You're not going to forget this, that's for ezt sure. Ezt most arra már tudni nem felejtitek el. So your thoughts are not my thoughts. And, no, I'm just kidding. Az én utaim nem a ti útjaitok, vagy fordítva. I guarantee you, right now, some of you feel condemned at the way you are right now. Biztos vagyok benne, hogy vannak itt közületek most olyanok, akik megítélve érzitek magatokat, úgy, ahogy vagytok az életetekbe, ahol vagytok. There's just some of you that you just always condemned. You just live that way. Vannak olyanok, you live condemned. Így élitek az életeteket, hogy állandóan ítélet alatt érzitek magatokat. And to you, God says, és nektek Isten azt mondja, your thoughts are not my thoughts. Hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. And there are some of you, és vannak olyanok, who think too highly of yourself. Akik esetleg túl sokat gondoltok magatokra. I'm fine, everything's fine. I'm good. You're good. I'm vagyok, good. We're good. Mindent jól csinálok, semmi God, gond. We're good, right? Good. All right. Ugyan jól vagyunk, Istenem, minden and God rendben. Says, your thoughts are not my thoughts. És Isten azt mondja, a ti gondolataitok nem az én gondolataim.
I'm not trying to do this. Nem direkt csinálja, ez csak úgy jön. De örülök, hogy jön. Igen. Most már izgulok emiatt. God is not. Listen, we're made in His image. Tehát mi az ő hasonlatosságára lettünk alkotva. So we will have thoughts that are similar to His thoughts. Ezért lesznek olyan gondolataink, amik hasonlóak az övéhez. But He is so much greater than us. De ő annyival hatalmasabb, mint mi. And what is the? On Sundays we've been talking a lot about relationships. Vasárnaponként nagyon sokat beszélünk a kapcsolatokról. And I've told you about how different guys are from girls. És meséltem, hogy a lányok és a fiúk mennyire különbözőek. Right? We think differently. We talk differently. Máshogy we smell gondolkodunk, differently. Máshogy beszélünk, másmilyen az illatunk vagy szagunk. Again, we're different. Mások vagyunk. Listen, the difference between men and women is nothing compared to the difference between mankind and God. Tehát az a férfi és a nő közti különbség az eltörpül a semmi az emberiség és az Isten közötti különbség mellett. It's the difference between heaven and earth. Ez a mennyi és a föld közötti különbség. That's how much greater God's thoughts are than our thoughts. Ennyivel nagyobbak az ő gondolatai, mint a miénk. We get in a lot of trouble when we put our thoughts on God. Akkor jutunk bajba, amikor mi Istennek tulajdonítjuk a mi gondolatainkat. I think this way, therefore he does. Én így gondolkodom, tehát biztos ő is. Be careful. Ezzel azért vigyázzatok. Be very careful. Nagyon vigyázzatok. Well, Lord, isn't this right? This is the way we think, right, God? Hát így a helyes, nem? Hát mi közös nevezőn vagyunk, így gondolkodunk, nem? God might say to you, no. És lehet, hogy Isten azt mondja, hogy nem. I don't think that way. Nem, én nem így gondolkodom. I don't think as bad about you as you think of you, or I don't think as good about you as you think of you. Hogy nem, én nem gondolok annyira rossznak, mint te gondolod magad, vagy én nem gondolok annyira jónak, vagy nagyszerűnek, mint te gondolod magad. I love you, but you're not as great as you think you are. Nagyon szeretlek, de azért annyira nem vagy nagyszerű, mint gondolod. And if you can accept that and be humble, then man, there's so much more. És ha ezt el tudod fogadni, és alázatos tudsz lenni, nagyszerű dolgok vannak még. God wants to show mercy. Isten irgalmat szeretne mutatni. Oh, I don't deserve it. De hát én nem érdemlem. Aren't you glad that he doesn't think the way you do? Na, ugye mennyire örülünk, hogy ő nem úgy gondolkodik, mint mi? I'm not worthy. Hogy én nem vagyok méltó. He doesn't think that way. Ő ezt nem így gondolja. He thinks differently. Ő máshogy gondolja. It's good news. És ez jó hír. Verses 10 and 11, for as the rain comes down and the snow from heaven do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return void, but it shall accomplish what I please, and it will prosper in the thing for which I sent it. 10-11-es vers. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. The Lord uses this wonderful analogy, illustration. És Isten egy nagyszerű képet, egy nagyszerű analógiát használ. He says, just like the rain comes down, ahogyan az eső lehull a földre. It does its thing. Elvégzi a dolgát. You know, and then the whole cycle, it evaporates and goes back up. És akkor megvan ez a körforgás, hogy ugye elpárolog, felpárolog, és újra fent van a víz. God says, my word is like that. Azt mondja Isten, hogy az én igém is hasonló. It goes forth from my mouth. Kijön az én számból. It accomplishes what I intended it to do. Elvégzi mindazt, amire elküldtem. It will not come back to me void. És üresen nem tér vissza hozzám. God's word has a purpose. Isten igének van célja. God doesn't speak to hear himself. Isten nem azért beszél, hogy önmagát hallja beszélni. Thus says the Lord. Ooh, I love when I sound hogy az like Úr that. Mondá, wow. Hogy jaj, de jól hangzom. Milyen I love scaring beszélek. Those little people down olyan there. Olyan jól you meg tudom ijeszteni ezeket is aranyos embereket ott lent. He speaks for a purpose. Mindig céllal beszél. Always. Mindig. He speaks with purpose. Mindig célja van. And there's power. És erő. In what he has to say. Mindig erő van abban, amit mondani akar. How many of you are in the habit of reading the Bible every day, or that's your goal, you're trying? Hányatoknak a szokása, hogy azért napi szinten, ha lehet, teheti, olvassa a Bibliát, hogy törekszik erre. Who's doing that? Anybody reading? Okay, we're going to get more of you. That's my goal, baby. We're going to get more of you. Okay, listen. Ez a célom, hogy ebből még több kéz legyen. Someday we're going to be like, oh my gosh, we're all reading the Bible. Egy napon azt fogjuk mondani, hogy te jó ég, mindannyian olvassuk. Because mert
God has a word specifically for you. Mert Isten konkrétan neked tartogat az igéből. I mean, if you imagine all over the world, how many hundreds and thousands of people, hundreds of thousands of people are reading, maybe possibly some of them reading the same passage you are at the same time. De gondoljunk bele, hogy a világon egy adott pillanatban hányan a keresztények hányan olvassák mondjuk pont ugyanazt az igerészt, amit te is olvasol. And yet they're not hearing from the Lord the same message that you are. És mégsem ugyanazt az üzenetet hallják az Úrtól, amit te hallasz. That's the power of the word of God. Ez az Isten igéjében rejlő erő. You could walk away going, "Oh my gosh, he spoke to me so clearly." And your friend could have read the same thing and heard a different message from the Lord. És te mondhatod, hogy Isten annyira szólt hozzám, annyira tudom, hogy mit üzen nekem, és a barátod mondjuk ugyanazt a részt olvasta, és teljesen más üzenetet kapott. I'm telling you, man, I cherish the word of God. Én annyira szeretem Isten igéjét. We need to cherish God's word. Annyira drágának tartom, és így kell, hogy I think we're going to get to heaven and just be shocked at the priority of the word of God. Én szerintem, amikor a mennybe leszünk majd, akkor meg fogunk döbbenni, hogy that. Mennyire elsődleges és mennyire legfontosabb helyen áll. Because the Bible says, we're told that heaven and earth will pass away, but my word will remain forever. Mert az ige magáról elmondja, hogy a menny és a föld el fognak múlni, de az én igém örökre megmarad. 50,000 years into heaven. And we'll still be saying, "Man, the word is so relevant to me today." 50,000 év múlva a mennyben még ugyanezt fogjuk mondani, hogy ez ige annyira fontos, annyira értékes nekem. It's always relevant. Always. Mindig jelentőségteli lesz. There's no book like it in history. Nincs a történelemben még egy ilyen könyv. The living God speaking directly to His children. Hogy az élő Isten direktbe kommunikál a gyermekeivel. You gotta get into it. Ebbe bele kell ásnunk magunkat. You gotta be in there. Benne kell legyünk. With an open heart, a thirsty soul. Egy nyitott szívvel, egy szomjazó lélekkel. I was reading a story about Charles Spurgeon. Olvastam egy történetet Charles Spurgeonről. About the word not returning void. Hogy erről a témáról, hogy az ige nem tér vissza dolga vízbe. They went to an auditorium where they were going to have an event. Elmentek egy hatalmas előadóterembe, ahol valamilyen eseményük lett. And they didn't have any microphones back then, you know. Akkoriban persze nem voltak még mikrofonok. Charles Spurgeon said that every preacher should be 250 pounds, like 120 kilos. You know? Spurgeon azt mondta, hogy szerinte minden prédikátornak legalább ilyen 120 kilósnak kéne lennie. No. Ez nem jó vicc. You know, but because he said you need to have a big voice. Hogy nagy, erős hangja legyen. So he gets up to the, you know, the pulpit. He wants to see how the acoustics are in the room. Úgyhogy feláll ebben a hatalmas teremben, hogy kipróbálja, hogy a pulpitusról hogy lehet bebeszélni a termet. And he just quotes that scripture: "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." És csak ezt így kimondja ezt az igét, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ a bűneit. And then him and his, you know, his team, they were leaving. Aztán a csapatával együtt elmennek. And the janitor comes running down the auditorium. És akkor a gondnok rohan át a hatalmas termen. And he's weeping. És sír. And he comes and he says, "When you spoke the word of God, God convicted me and I got on my knees and received Jesus." Azt mondja, amikor te beszéltél Istenről, Isten engem megfeddett, én ott helyben megtértem, letérdeltem és megtértem. Why? Miért? Because the word of God is powerful. Mert Isten igéjében erő van. Does that happen to everybody? No. Mindenkivel akkor ez így történik? Nem. To those who are willing. De akik hajlandóak. To those who are thirsty. Akik szomjasak. God invites them. Őket Isten hívja. We don't need, you know, I mean, the word of God is powerful. Isten igéjébe hatalmas erő van. I love teaching the word of God. Annyira szeretem tanítani Isten igéjét. I don't have to, you know, like try to be interesting. Nem kell, hogy próbálkozzam, hogy akkor én most annyira szórakoztatom, hogy érdekes leszek, mert ez nehéz. God's word is interesting. Mert Isten igéje maga érdekes. It's beautiful. És it's gyönyörű, powerful. És erős, hatalmas. And if we'll let it have priority in our life, it will change us. És hogyha engedjük, hogy elsődleges szerepet kapjon az életünkben, akkor meg fog változtatni minket. Let's just finish reading verses 12 and 13. Olvassuk, fejezzük be a 12-es, 13-as verssel. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok víganul jonganak előttetek, és a mezőfáj mind tapsolnak. A tövis helyén ciprusnő, a csalán helyén mirtusznő, az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. What a beautiful thing. Those, you know, when the word of God is impacting or influencing us,
will go forth with joy. Milyen nagyszerű dolog, milyen hatalmas dolog, hogy amikor Isten igéje hatással van ránk, akkor mi utána örömmel távozunk, örömmel megyünk tovább. We'll be let out with peace. És békességgel megyünk el. Joy and peace, boy, those are things that money can't buy. Öröm és békesség, na ezek azok a dolgok, amit pénzen nem lehet megvenni. But they're priceless. De mégis hatalmas értékük van. It's worth it. És megéri. And the Lord says, let my word go forth in your life. És azt mondja Isten, hogy engedd, hogy az én igém utat lejjen az életedben. Let it have a place and it will not return void. Hadd legyen meg a helye az életedben, és el fogja végezni a dolgát. Maybe you say, oh, I read the Bible, but I don't understand it. Oh, de hát én olvasom a Bibliát, csak nem értem. Keep reading. Csak kitartás, olvasd tovább. I promise you, you're not going to, you know, I don't understand it. How many verses did you read? 3. És nem értem a Bibliát. Hát mennyit olvastál? 3 ige verset. Read 3 hát azért olvas 3-mal többet. And if that 3 more. És ha sem, akkor még. I don't have time. We're talking nincs about 15 minutes. You na, got time. 15 percről van itt szó. You can make it. Ez biztos belefér. Read until you understand. I promise you, you'll be blessed. Olvasd újra meg újra, amíg meg nem érted. Ígérem, hogy áldás lesz. Be in the word of God. Legyetek Isten igéjében. He wants to fill you with joy and peace. Mert szeretne betölteni örömmel és békességgel. I can tell you there's been times in my life where were it not for the promises of God, I don't know what would have happened. Az én életemben is voltak olyan időszakok, hogy ha nincsenek Isten ígéretei az igében számomra, nem tudom, mi lett volna velem. That's all I had. Csak annyiba tudtam kapaszkodni. That's all I've got. Csak annyim volt. And it was enough. És az elég volt. Wait, it was more than enough. Sőt, több volt, mint elég. It's true in your life too. És ez a ti életetekben is igaz. Let there be this, respond to his invitation. Reagáljátok le. Válaszoljatok hát Isten meghívására. Ez a lényeg. Are you thirsty? Ha szomjas vagy? No, I'm not really that thirsty. Hát annyira nem vagyok szomjas. Get thirsty. Akkor legyél szomjas. Get thirsty. Akkor szomjazzál. Ah, I'm okay. No, you're not. Hát te egész jól vagyok. Nem vagy jól. Yeah, I'm all right. No, you're not. De hát jól vagyok. Nem vagy jól. The Lord says that. I'm not picking on you én right nem now. Titeket piszkállak, és te mondja azt. We're not okay. Nem vagyunk okok. We nem need rendben. Christ. Nekünk szükségünk van Krisztusra. Be thirsty. Legyünk szomjasak. Blessed are those who hunger and thirst. Mert áldottak azok, akik éheznek és szomjaznak. Come to the waters. Where? Come to me, Jesus says. Gyertek vízért, és hol van az? Nálam, én vagyok az, ezt mondja Jézus. Well, it's a good thing. I'm going to get to that. Yeah. Igen, ez egy fontos dolog, jó dolog. Erre időt kell majd szállnom valamikor. I'm going to do that. Egyszer majd ezt tomorrow meg fogom tenni. Is going to be a brand new day. Holnaptól egy új nap van. Yes, it will. And I promise you, your heart will be hard by tomorrow. If you don't respond today. Lehet, hogy holnap is eljön, de holnapra a szíved is keményebb, ha akarsz reagálj ma. Maybe you've had this happen. I know I have, where I just know, man, God is so real, God is so great, man, I'll never go back to that thing again. And then the next day, there I am. Hányszor volt ez biztos veletek is, velem is, hogy itt vagyok, és Istennel vagyok, és minden olyan jó, és soha nem fog oda visszamenni, aztán másnap már ugyanazban elbukom. Pharaoh said tomorrow. A fára is ezt mondja, hogy majd holnap. But where about today? De mi a márban? Today is the day of salvation, the Bible says. Mert azt mondja az ige is, hogy ma van az üdvösség napja. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Hogy ti, akik halljátok az ő hangját, ne keményítsétek meg ma a szíveteket. If the Lord speaks, if he's convicted you of sin, just repent. You're going to, as we go back into worship, do it then. Repent. Lord, forgive me. I want to be right with you again. Hogyha Isten valamivel kapcsolatban int vagy megfed, akkor most, ahogy dicsőítéssel fogjuk befejezni, akkor menj oda hozzá, tedd ki ezt elé, és rendezd vele. I'll do it some point. Hát jó, valamikor majd meg fogom do ezt tenni. Now. Do it now. Ne valamikor, most tedd meg. Ne várjál. Today, now, ma, not tomorrow. És most, ne holnap. Don't worry about tomorrow, Jesus said. A holnap miatt ne aggódj, azt mondja Jézus. Deal with it right now. Most törődj a dolgokkal, a mában. Are you thirsty? Let him meet you. Ha szomjazol, engedd, hogy találkozzon veled. Let him fill you afresh. Hadd töltsön téged fel, és frissítsen fel. So as we worship, do it. Ahogy most dicsőíteni fogunk, ezt tedd meg. You need to repent, repent. Ha meg kell, bűnt kell vallanod, akkor azt is tedd meg. Get right. If you're thirsty, drink from the Lord. Ha szomjas vagy, akkor igyál az Úrból. If you need prayer, ha szükséged van imádságra, ask the person next to you. Kérd meg a melletted levőt. If not, some of us will be up here. Ha nem azt akarod megkérni, akkor itt elő leszünk páran. But there's no more special prayer, that's for sure. De nincsen különlegesebb ima. Cry out to the Lord.
Kiáltsatok az Úrhoz. And let's worship him as well. Let's pray. Lord, I thank you so much for this invitation, Lord, that we certainly have not, we do not deserve. Uram, annyira hálásak vagyunk neked ezért a meghívásért, amit annyira nem érdemlünk. But Lord, so many people choose not to come to you because they feel like they're unworthy, yet the fact that we're unworthy is a reason why we are welcome. És Uram, annyi ember azért nem mer jönni hozzád, mert azt gondolja, hogy nem méltó, miközben pont ettől leszünk jogosultak a meghívásodra. Lord, I pray that tonight we would drink from the well that is Jesus. Uram, imádkozom, hogy ma este igyunk abból a kútból, ami Jézus. That we would be nourished and be blessed. Hogy táplálkozhassunk, hogy áldottak legyünk. Lord, if sin blocks us, if a hard heart blocks us, Lord, let us repent of that. Hogyha a bűn vagy a szívünk keménysége valamitől visszatart, akkor segíts ebből megtérnünk. Because Lord, you are worthy. Mert Uram, te méltó vagy. Oh, you're so worthy. Annyira méltó vagy. We love you. És szeretünk téged. And Lord, I do pray, I ask for my friends here tonight, that if their hearts are open, that they would respond to you. Uram, és imádkozom ma barátaimért itt ma este, hogyha a szívük nyitva van, akkor reagáljanak rád ma este. Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Let's worship. Dicsőítsünk.
fel, tekinteted az ég felé. And I thank you, Lord, for your Holy Spirit who speaks to us. És köszönjük a te szent lelkedet, aki szól hozzánk. I do pray, Lord, that tonight we would go out with joy and be led forth with peace. Uram, kérjük, hogy ma este is örömmel és békességgel menjünk tova. Lord, allow your word to take priority in our lives. És Uram, hogy engedjük, hogy a te ígédnek elsődleges helye legyen az életünkben. We desire, Lord, soft hearts. Uram, vágyunk arra, hogy puha szívünk legyen. When we're wrong, Lord,
Help us to be quick to repentance. Hogy amikor hibázunk, akkor gyorsan tudjuk megvallani a bűnünk. Because you desire to be merciful. Mert Uram, te vágyod azt, hogy irgalmas lehess velünk. We want to receive that, Lord. És Uram, ezt szeretnénk elfogadni. Thank you so much, Lord. Köszönjük ezt nagyon. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. 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 God bless you guys. Isten áldjon benneteket. Have a great rest of the week. Legyen nagyszerű hetetek még. Sziasztok. Isten áldjon. Sziasztok. Hey guys, thanks so much for watching Golgotha TV. Really hope and pray that the Word of God has been a blessing to you through these messages. And it's really our prayer that this year it'll continue to be a blessing into your lives. We know that there are many people who don't come to the building but watch online. We're so grateful for each one of you. And what I'd like to do is just take this opportunity to let you know about something available to you, and that is, as it's tax season, the 1% that you can give to a church or a foundation is now available, and we'd like you to pray about giving that to the church this year, especially if you feel like this is your church. The information is on the screen. If it's in your heart to do, God bless you. We love you. Have a great day.